December 13-án Lucanaphoz érkezünk. Ennek hagyományairól Szabó Saroltával beszélgetünk. Jó estét! Szia, kedves Saci! Ugye a Sóstói Múzeum faluban gyakorlatilag ilyenkor azt gondolom, hogy egy picit pihenő üzemmód van, legalábbis ami a látogatókat illeti, de hát benne a múzeum faluban mindig zajlik a munka, akár a fizikai is, akár pedig hát maga a szellemi, hiszen azért kutatásokat is végeztek. Te azt hiszem, hogy ezen a területen nagyon-nagyon jártas vagy, tehát a néprajzról, a hiedelmekről, a népszokásokról rengeteg mindent tudsz. Miért éppen december 13-án készül, vagy addigra kell elkészülni ennek a bizonyos Luca székének? December 13-án kezdődik tulajdonképpen a Luca szék készítése, bár itt a Nyírségben vannak olyan települések, ahol a Luca széknek pont december 13-ára kell elkészülnie, de általában azért elmondhatjuk, hogy ezen a napon kezdődik, és karácsonyig el kell neki készülnie, tehát ezen a Luca nap és karácsony közötti napokban. És hát valóban minden nap csak egy keveset dolgoznak, vagy csak annyit, hogy az pontosan elkészüljön erre. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a Luca nap, ez egy olyan nap volt a régi falusi világban, amelyhez nagyon sok szokás kapcsolódott, és ezt egy ilyen általános gonoszjáró napnak tartották, a Luca napot valamikor. Ugyanis akkor mindig 13-án volt ezek szerint. Ez mindig 13-án, azért, mert a Gergelyféle naptárreform előtt ez volt a téli napfordulónak az ideje, tehát ezen a napon volt legrövidebb a nappal és leghosszabb az éjszaka, és a Luca széknek is az volt tulajdonképpen a funkciója, vagy azért készítették, mert szerették volna tudni, hogy abban az adott közösségben, abban az adott településen vagy faluban ki az a gonosz ember, aki esetleg árthat embernek, állatnak, és ezt úgy gondolták, hogyha a Luca naptól az éjféli miséig elkészült Luca székre ülnek, vagy állnak, akkor onnan megláthatják, illetve azon ülve megláthatják, hogy ki az, mert azt gondolták, hogy az, aki boszorkány, mert tulajdonképpen ez a boszorkányokat tartották ilyen olyan embereknek, akik megronthatják az embereket, állatokat, elvehetik az egészségüket, hogy azoknak szarva van, és amikor bemennek a templomban, akkor így oldalra kell fordítaniuk a fejüket ahhoz, hogy beférjenek. És amikor meglátták, viszont az éjféli mise után nagyon hamar el kellett indulnia ahhoz, hogy nehogy a boszorkányok elkapják az illetőt, mert bizony annak rossz vége lehet. Ezt a szarvat ugye akkor nem láthatta mindenki, tehát nem a földi halandók számára láthatatlan volt. Így van, így van. De egyéb szokások is kapcsolódnak ehhez a naphoz, a lányoknak és nagyon fontos nap volt ez, mert féljósló szokások is kapcsolódtak hozzá, időjárás, jósló szokások, a termés, hogy milyen lesz a következő évben, és lucanapi tréfákat is tartottak a legények régen, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon sokféle szokással teli nap volt. Azt gondolom egyébként valahol ugye az egésznek a gyökere az lehetett, hogy mégiscsak félelemben éltek, tehát hogyha mindenféle eszközökkel esetleg valamiféle uralmuk alá vonták ezeket a ismeretlen dolgokat, akkor talán magabiztosabbak voltak, és hát ugye a humor valószínűleg itt is egy jó fegyver volt, nagyon hamar sötétedett, és hát nem lehetett az időt mindenféle elektronikus kütyűvel eltölteni, tehát tényleg nagyon fantáziadúsan ki kellett találni ezeket a játékokat. Arra vonatkozólag van valamiféle kutatás, hogy vajon mennyire élnek, vagy egyáltalán vannak-e olyan települések, ahol még egy-két szokás ezekből fönnmaradt? Hát én azt gondolom, hogy ezek a lányok számára ezeket a férj jósló szokásokat, mert ugye melyik lány ne szeretné tudni, hogy ki lesz majd a jövendőbelie, hogy ez
gondolom, hogy talán még gyakorolhatják. Éppen a múlt héten beszélgettem egy ismerőssel, és hát mondta, hogy ő gimnazista korában ők csináltak ilyet, hogy, tehát szóba jött ez a lucanap, meg a féljósló szokás, és mondta, hogy ők csináltak ilyet. Gondolom, hogy ez él. Van egy másik rétege is ennek a, ezeknek a lucanapi szokásoknak, amelyek a termékenységhez kapcsolódnak, és főleg a tyúkokhoz, hogy jól toljanak, és hogy sok kis csibe teljen, vagy keljen ki, és ezt itt ezen a vidéken is, tehát a mi megyénkben is gyakorolták. A Dunántúlon ehhez külön ilyen fiúcsapatok jártak, és ugye Kodály Zoltán is megzenésítette az ő, ez a Luca-Luca Kígykod című dallam, vagy dallamukat. És ezen a vidéken egy prostából etették a tyúkokat, hogy ne menjenek széjjel, a tojásokat ne tolják a porta különböző részeire, vagy ne talán tennem a szomszédba, mert hogy az állatoknak a haszna is szükség volt arra, hogy a, tehát az élelmet a család számára biztosítani tudják. És a jósló szokások is azokhoz kapcsolódtak, hogy milyen lesz a jövő évi termés, hogy, hogy azzal is befolyásolni próbálták, hogy, hogy megtudakolni, mert hogyha ma is egy, az egyébként egy szép asztali dísz lehet a Luca búza, amit Luca napján egy tálkába betesznek egy fél marék búzát, és akkor öntözik, és az szépen karácsonyig kizöldül, és az egy üde szép zöld asztali dísz is lehet akár, de ebből meg arra következtettek, hogyha ez szépen kizöldült és jól kelt ki, akkor a jövő évben is biztos, hogy lesz a családnak elegendő kenyere az asztalon. Hú, és most csak a december 13-ára koncentráltunk, és ugye még karácsonyig gyakorlatilag nagyon sok idő van, és akár gondolom, hogy órákat beszélgethetnénk a karácsony körüli napokról is, illetve hát az étkezésről, meg egyéb tradíciókról. Már csak egy gondolat jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy azért a vallásos világban valahol mégiscsak ott voltak, és akár a templomba is ugye bevitték a lucaszékét, tehát összemosódtak a akár pogány hiedelmek és a katolikus vagy bármiféle felekezetben gyakorolt vallás elemei is a régi magyar paraszti kultúrában. Hát Sacikám, már csak egy dolgot szeretnék kérdezni, mikor nyit meg a Sóstói Múzeumfalu, mikor készüljünk majd, hiszen ugye tényleg sok-sok dolog készül most, hiszen egy nagy felújítás alatt álltok. Tavasszal mindenféleképpen megnyílik a Sóstói Múzeumfalu, és az első nagy programunk az a húsvéti program lesz, és azt gondolom, hogy akkor már tényleg tárt karokkal várjuk majd a látogatókat. És egy picit még hagyj térjek már arra egy picit a lucanappal kapcsolatosan. A magyar népszokásokban is van ez a Halloween, a világítótök. Ez lucanapon elkészítették, és ezzel ijeszgették a bent lévőket. Ugye kívülről, ha az ablak elé oda tettek egy kivált tököt, és szemet, arcot készítettek neki, orrot vágtak le, gyertyát beletettek, és ha ezt oda tették, és valaki a házból kinézett, akkor bizony megijedt ettől a lucatöktől, és a lucanapi tréfák is, a legények ezt gyakorolták, érdekesek voltak. Tényleg sokat lehetne ezekről a szokásokról beszélni. Hát nincs új a nap, az amerikaiak meg jól ellopták tőlünk, igazán nem szép dolog. Köszönjük szépen a sok-sok információt, áldott adventi időszakot kívánunk valamennyi munkatársnak.